A Nagyvárad és a Szolnok játszotta az ötvös kupa döntőjét vasárnap Nyíregyházán. A nemzetközi U14-es kosárlabda tornán 5 magyar csapat mellett 3 határon túli együttes is részt vett. A Nagyvárad mellett Kassáról és Újvidékről érkeztek még csapatok. A megmérettetés rangját mutatja, hogy a nyíregyházi ötvösön kívül valamennyi magyar együttes akadémiai csapat volt, a nagyváradiak pedig eddig veretlenül állnak az európai ifjúsági bajnokságban. Szerintem bátran mondhatom azt, hogy a Tiszántúlon, vagy azt mondom, Dunán innen a legjelentősebb U14-es nemzetközi kupa, ez az ötvös kupa most már. Mindenki azt mondom, hogy a legmagasabb elismeréssel beszélt a rendezésről, a tornáról, a színvonalról. A bajnokságnak most az a szakasza van, amikor letelt a bajnoki szezonnak az egynegyede, és ez ilyenkor ebben az őszünetben nagyon jó csapatösszekovácsoló, nagyon jó versenyzési forma mindenkinek. A kupa a csapatoknak egyfajta erőfelmérő is, hiszen nem csak saját bajnokságuk csapataival küzdhetnek meg. Nagyon fontos, hogy ilyen tornák legyenek, mert ebbe a korosztályban, hogyha a csapatok nem játszanak csak a saját bajnokságukba, hozzászoknak ahhoz a játékhoz, amit ottan használnak, és ilyenkor, mikor kijönnek egy ilyen tornára, találkoznak más színvonalas csapatokkal, akik mást játszanak, és nagyon sokat tanulnak, és rettentő jó eredményeket hoz utána a saját bajnokságukba. A kupát rendező ötvös József iskolában nagy hangsúlyt helyeznek az oktatás mellett a sportra is. Ezért is fontos, hogy egy ilyen nemzetközi kupának ad otthont az intézmény. Én intézményvezetőként magam azt vallom, hogy egy ilyen nagyságrendű intézménynek 2-3 versenysportban meg kell jelenni, színvonalasan meg kell jelenni a iskola használata a szakmai közvélemény előtt. Nálunk ez az elmúlt évtizedeket tekintve a tornasport, a gumiasztal és a labdajátékok, a labdajátékon belül pedig mind a férfi, mind a női szakákban, a fiú, a lány szakákban a kosárlabdát jelenti, és nagyon szép eredményeket értünk el országos és hát nemzetközi szinten is. A döntőben a Nagyvárad győzedelmeskedett a Szolnok felett, így jövő lett az első hely. A második Szolnok mögött a harmadik helyen az Újvidékiek végeztek. Az ötvös csapata a Kassa ellen tudott győzni, és végül a hatodik helyet csípte meg.